Az elmúlt napok intenzív esőzése miatt föltömeg csúszott a sinekre a szilvásváradi állami erdei vasút halastó megállója közelében kedden. Víg Ilona, az Egererdő ZRT kommunikációs és közjóléti vezetője elmondta, a helyreállítási munkálatok már aznap megkezdődtek, akár mentesítést végző kollégáknak körülbelül 25 köbméternyi földet kellett elszállítaniuk. Már a kollégák elvégezték a vízelvezetést, ma pedig a földmunkák történtek meg. Kettő traktorral végezték a földnek az elrakodását, illetve az elszállítását. Úgyhogy nagyon hatékony ez a kisvasúti csapat, és nagyon gyorsan helyre tudták állítani a károkat. Hozzátette, a szerdai napon továbbá a biztonságos közlekedés érdekében a pálya újra szintezését is elvégezték. A kisvasút a kármentesítés miatt május 19-én nem közlekedett, azonban az Egererdő ZRT közösségi oldalán jelezte, hogy a helyreállítási munkálatok már befejeződtek, így május 20-ától ismét menetrend szerint üzemel a szilvásváradi kisvasút.